De zöld az erdő, zöld a meg is, a szerencse jön is, meg is. Te megátkoztál, megismerték, öröm csavargó átették. Isten könyörünk meg nékünk, ne szenvedjen tovább nékünk. Gondok késen, búsulva van, kérünk odabról, gyertek a világ. Cigánylélek. Ezzel a címmel jelent meg Borzák Tibor könyve, mely betekintést enged a romák zárt világába. Megismerszik belőle többek között a lóvásárok különleges hangulata, a romák temetési szokásai, és azok a különleges kapcsolatok, melyeket a nem teremtett világ szereplőivel ápolnak. Olyan nevezzük titkokra villant rá könyv, melyet nem a közülük való ember soha nem tudhat meg. Azt próbáltam tetten érni, hogy ebben a pillanatban milyen is a magyarországi cigányság kulturális élete, azok a hagyományok, amiket a mai napig őriznek. Ez elsősorban az volt a célom, hogy ezeknek a hagyományoknak a nyomába eredjünk, és megmutassuk azokat a számunkra különleges szokásokat, amelyek bizony kihaló félben vannak véleményem szerint, mert lehet, hogy 5-10 év múlva már nem lehet ezt a helyzetet megmutatni. Ebben nagy szerepe van a szociófotóknak, amik a könyvet illusztrálják, hiszen a szöveg és a kép együtt rögzíti a pillanatnyi állapotot. Nagyon sokrétű és szerteágazó ez a terület. Tulajdonképpen gazdag volt a témavilág, hogy mi az, amit mindenképpen szeretnénk megmutatni. Tehát így például a kézenfekvő lakodalom, temetés, virasztás, lóvásár szokások mellett azért próbáltunk mást is megkeresni. Például nagyon érdekes volt számomra végigkövetni egy gyásztörést, amit a könyv egyik főszereplője, a Sztojka Kalapos Zoli végzett. Az is egy nagyon-nagyon különleges és egy intim világ. És ha már ezt a szót említettem, az egész történet egy kívülálló számára, vagy egy magyar újságíró számára azért is különös, vagy különleges és nehéz, mert belekerülni egy olyan világba, ami a cigányságé, egy zárt világ, ahova nem nagyon engednek be betolakodókat, úgymond, főleg, hogyha meglátják, hogy fotósok vannak, meg újságírók, és ezt nagyon nehéz volt elérni azokat a pillanatokat, amelyek megteremtették azt, hogy hitelesen lehet megmutatni ezeket a hagyományokat. A könyv kétségtelenül fontos eleme a már említett szociófotók sokasága, melyeket Bucket Isanger a napokban Kossuth díjat átvett szírszármazású fotóművész készített. Nekem az általában úgy érzem, hogy bejött. Én általában az emberi portré, akár íróportré, akár gyermekportré mindig a belső érzelmekre, a belső mondani valókat próbálom lencsebégre, vagy nem tudom, hogy elkapni. És az a legnehezebb a fotográfiában, mert a sportban vagy a tájképben lehet várni naplementéket, meg egyéb. Itt viszont az emberi magatartás igazi, nem színészkedés, hanem az igazi mi voltában kellene nekem az előre megérezni, és ledokumentálni, és lefényképezni. A téma, én tudom, hogy tabu téma és zárt világ, de hála jó Istennek, egy kézzel mindig szoktam mondani, nem lehet tapsolni. Ha nincs bizalom felém, akkor én nem tudtam volna, tehát pár helyre mentem, úgy láttam, hogy igazából nem szívesen fényképezhettem, akkor nem fényképeztem. De ha befogadtak, én nekem megtanultam a magyar tanyavilágban elmúlt 50-60 évben, amik itt van országon, 40 évvel ezelőtt végigjártam a tanyavilágot, és ha egy bácsi, egy parasztember beengedett, akkor nincs probléma, terül az asztal. Ugyanezen mostani
téma, amit fenképeztem, azt tudom, hogy vannak olyan tabu témák, amit nem szívesen adnak ki a kezükből. De amikor látták, hogy tisztességesen nem akarok soha visszaélni egyetlen egy képen, én értük dolgozok, értük csinálom, nem magamnak elsősorban. Én ezzel a kultúrát szerettem volna más országba is mutatni és elvinni, és remélem, hogy sikerült is. A cigányság asszimilációjáról nagyon sok véleményi tanulmány dolgozat készült, és valószínűleg íródik még a jövőben is. Ma az látszik, ez a folyamat azért is nehéz, mert sokkal jobban ragaszkodnak saját hagyományaikhoz annál, mint hogy ezek megváltoztathatóak lehessenek. Ebben van igazság, mert valójában tényleg az volt nehéz megmutatni, hogy hogyan lehetne valahogy közelebb kerülni egymáshoz. Tehát ezeket a távolságokat, vagy esetleg feszültségeket valamilyen szinten oldani. És a könyvnek lényegében ez is a célja, hogy megmutatni azt a sokszínűséget, amivel ők rendelkeznek, tehát a cigányság hagyományait, szokásait, és talán ezzel egy kicsit közelíthetnek ezek a felek, hogyha úgy vesszük. Nagyon nehéz feladat, igazából nem is tudom, hogy volt-e valamikor ilyen próbálkozás. Azt azért hangsúlyoznám, hogy ez nem egy tudományos munka, hanem egy újságírói, riporteri könyv, amiből végül is egy album kerekedett, hiszen olyan szociófotók készültek hozzá, amik tényleg megerősítik a szöveget. És hát ha csak egy picit is sikerül az, hogy közelebb kerül valaki, ahogy Székely János püspök úr írta az előszóban, ha csak egy picit is sikerül kinyitni az ajtót és belépni a küszöbön, akkor már valamit elértünk.